A Sós István Borászati Technikumról és Szakképzőiskoláról már többször hírt adtunk több formában is, de most egy alapítványról, egy alapítvány újraélesztéséről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban. Mit lehet tudni erről az alapítványról, és miért kell, hogy ismét aktivizálódjon? Köszönöm a lehetőséget. Igen, ez egy régi alapítvány újraélesztése, egy létező alapítvány, ez a Budafoki Borászképzésért alapítvány, ami gyakorlatilag elsődlegesen az iskola működtetését támogatja. Az alapítványnak az újraélesztése, életbe lerejésére azért is szükségünk van, mert gyakorlatilag 2 éve az iskola elvesztette önálló jogi státuszát, egy nagy szakképzési centrumnak vagyunk a része. Ezzel az alapítvánnyal olyan lehetőségeket tudnánk teremteni a tanulóinknak, dolgozóinknak, amely közvetlen motiváltságot jelenthet számukra, ilyenek például a külföldi cseregyakorlatok szervezése mind diákok, mind tanárok részére, tehát továbbképzési lehetőségeket szeretnénk támogatni, illetve természetesen az iskola fejlesztésére is szeretnénk részt venni, akár legyen ez szakmai hátterű, akár oktatási hátterű támogatás. Szeretnénk, hogyha ez az alapítvány részt venne a felnőtt képzés továbbfejlesztésében, tehát indirekt módon, de alapítványi támogatással szeretnénk olyan felnőtt képzési struktúrákat létrehozni, amelyek ebben a szakmában érintettek. Ugye mi 2 szakmát képviselünk, ez a szőlészborász szakma és a bor és pezsgőgyártó szakma, és nagyon sikeresek a felnőtt képzéseink. Ennek a felnőtt képzésnek a hátterét is szeretnénk erősíteni ezzel az alapítvánnyal. Tehát egy sokrétű lehetőség, és azt gondolom, hogy szükségünk van rá. A szakképzésnek nagyon szüksége van minden támogatásra, ezért várjuk mindenkitől, hogy segítse a munkánkat, segítse az iskolánkat. Igen, hát nyilván a szülők is tudják támogatni az alapítványt, de hát amire mi itt most gondolunk, az, hogy tulajdonképpen a vállalkozók, a lakosok is segíthetnének. Örömmel veszük, ez egy budafoki iskola, egy 121 éves iskola, ami azt gondolom, hogy együtt fejlődött ezzel a kerülettel, és azt gondolom, hogy közös dicsőségünk ez az iskola, a kerületi, az is kerületnek az iskola, az iskolának a kerület természetesen. Kik vannak az alapítvány kuratóriumában? Az alapítvány kuratóriumában tanáraink vannak. Elsődlegesen. Van egy tanulónk is, egy felnőtt képzésben résztvevő tanulónk, és az alapítvány kuratóriumának tagja a promontórium borlovagrend mindenkori nagymestere. Ő az, aki egy picit ilyen társadalmi felügyeletet is ellát az alapítvány tevékenységében. A beszélgetés közben ki van írva az alapítványnak a számlaszáma, tehát akkor lehet támogatni az alapítványt. Hogyan lehet majd tudakozódni arról, hogy hogyan működik az alapítvány? Az alapítvány teljesen nyitott tevékenységet fog folytatni, gyakorlatilag állandó beszámolókat tartunk az alapító felé, ez természetes, illetve hát várjuk az 1%-os támogatásokat mindenkitől, aki ennek erre szánja, vagy erre szánhatja az SZIA-nak az 1%-os részét. Mi szeretnénk egy olyan nyitott működést, ami esetleg célbefizetésekkel is működhetne, tehát ha valakinek valami határozott elképzelése van, hogy ő az iskola tevékenységén belül ezt a célt támogatja, azt az alapítvány képviselni fogja és úgy viszi végre, mint ahogy az adományozó ezt szánja. Ezt szeretnénk akár a szülők oldaláról is megtartani, meg bármilyen vállalkozás vagy magánszemély oldaláról is természetesen. Na hát akkor minél több támogatót és sikeres működést kívánok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, várjuk a segítséget. Köszönöm.